A szakképzés átalakításában nagyon fontos szerepe van a helyi vállalkozásoknak, a szakképzőiskoláknak és az ezeket tömörítő szakképzési centrumoknak. Ezért tartott vállalkozói fórumot Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellária Dombováron, ahol a szereplők találkozhattak egymással. A vállalkozók megtudhatták, milyen módon tudják érvényesíteni a január 1-től életbe lépett jogszabályokat, melyek a duális képzést szabályozzák finanszírozási és oktatás szervezési oldalról egyaránt. Szeretnénk egy vállalkozó felé egy olyan kis workshopot, kerekasztal beszélgetést, egy kis helyi szintű fórumot tartani, ami arról szólna, hogy a január 1-ét a változó jogszabályok, amik a duális képzést szabályozzák, milyen módon érvényesíthetők náluk. Ennek nyilván vannak finanszírozási kérdései, vannak oktatásszervezési kérdései, amik összeérnek egymással. És hát miután helyi szinten nagyon sok olyan vállalkozó van, aki bent van a duális képzés rendszerében már jelen állapotban is, és szeretnénk, hogyha ezeknek a vállalkozásoknak, cégeknek a száma tovább növekedne, ezért fontosnak tartjuk, hogy a minden olyan lehetőségről beszámoljunk és egyeztessünk a gazdaság szereplőivel, ami befolyásolja az ő szerepkörüket és a mi szerepkörünket egyaránt. Hát az egyik óriási nagy változás a duális rendszer szempontjából az, hogy megváltozott a finanszírozás rendszere. Nem tanuló szerződéses tanulókkal, beztanulókról beszélünk, hanem szakképzési munkaszerződést kötünk, vagy köthetnek a cégek az új tanulókkal, akik most szeptemberben kezdtek, ez csak felmenő rendszerben működik. A szakképzési munkaszerződésnek az az egyik alapvető lényege, hogy a tanuló számára ez társadalombiztosítási jogviszonyt keletkeztet, nyugdíjába is beleszámít. A cég számára pedig egy óriási nagy előnye annak, hogy a céges kultúrába be tudja vonni a tanulót, ha úgy gondolja, hogy tovább foglalkoztatja a képzés befejezése után, akkor pedig már, hát hogy finoman fogalmazok, nem zsákba macskát vásárol, hanem egy olyan munkavállalója lesz, akinek pontosan ismeri a képességeit, a kompetenciáit. A térségi összefogás ugyanis elengedhetetlen a sikerhez. Dömötör Csaba szerint egyes kis és középvállalkozások például közösen tudnak a leggazdaságosabban bekapcsolódni az új rendszerbe. A szakképzési centrum kancelláriától azt várja, tovább növekedik majd a duális képzésben résztvevő gyakorlati oktatást nyújtó cégek száma. Hát én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés lehet. Csak akkor lehet megvalósítani, hogyha helyi szinten is az együttműködési szintek kialakulnak. Ebben nagyon-nagyon fontos szerepe van a helyi vállalkozásoknak, nagyon fontos szerepe van a helyi iskoláknak, szakképzőiskoláknak, és természetesen nekünk, mint az iskolákat tömörítő szakképzési centrumnak is. Közös gondolkodás szükséges, hiszen egészen más alapokra helyeződik a képzés, egészen más a vállalati szerepvállalás a duális képzésben, helyi igényeket kell az helyi iskoláknak kielégíteni, és hát ezekben a helyi igényekben maximális rugalmassággal kell mozduljunk. Én azt gondolom, hogy ez az együttműködés itt helyi szinten kialakul, már pedig én úgy érzékelem, hogy itt nagyon erős vállalkozói csapat működik. Nagyon jó iskoláink vannak a térségben. Az önkormányzat szintén támogatja az ilyen jellegű együttműködéseket, akkor ez elsődlegesen térségfejlesztés hatással is fog bírni. A mai napot is már úgy tervezték a kollégáim, hogy ne csak és kizárólag Dombovári, hanem a kistérségi vállalkozók is itt jelen legyenek. Mi azt látjuk most ebben a pillanatban, hogy Dombováron nagyon sok a fémipari szakma, nagyon sok olyan vállalkozás van, aki ezen a területen dolgozik, de azt is látjuk, hogy elég szerteágazó a vállalkozásoknak a profilja. Az egyik az természetes módon a műszaki technikai terület az, ami meg kell, hogy jelenjen erőteljesen. A másik, ami nem kifejezetten ehhez a területhez csatlakozik, de Dombovár város ugye egy új sportkomplexumot tervezett, és hát itt a város 50. születésnapja alkalmából ugye be is jelentette a képviselő úr és polgármester úr, hogy ez elfogadásra került. Tehát nekünk arra is készülni kell, hogy ezen az oldalon is, sport területén is elinduljunk, illetve megerősítsük a korábbi képzéseinket. De nagyon fontos, hogy a szolgáltatási szektort is szeretnénk helyzetbe hozni, hiszen
hiszen a vendéglátás, a turizmus is kiemelt szerepet kap a térségben. És még egy nagyon fontos van, ugye, hogy Dombóvár mindig is egy ilyen vasúti központ volt. Itt van hát az országban nagyon kevés helyen, de itt az egyik helyen van olyan jellegű képzés, ami kifejezetten a vasút számára képez technikusokat. Nyilván ez is egy nagyon fontos területünk. Ezek a fejlesztések, ezek gyakorlatilag nem infrastruktúrális fejlesztések lesznek. Ezek a szellemi tőkét fogják gyarapítani, azokat a leendő munkavállalókat szeretnénk felvértezni és kompetenciát erősíteni, akikkel önök majd elkezdenek dolgozni, és akik önöknél is a folyamatos utánpótlást tudják biztosítani.